Szép jó estét kívánok mindenkinek, aki már néz minket. A mai műsorunknak a mottója egy Babits idézet. Minden embernek lelkében dal van, és a saját lelkét hallja minden dalban. És akinek szép a lelkében az ének, az hallja a mások énekét is szépnek. Az éneklés emberi jog. Na nem arról beszélek, hogy bárki bemehet a mikrofon elé, fölmehet a színpadra, ahhoz különleges tehetség kell. De igen, önmagának, a családjának, a barátjainak, a gyerekeinek lelket tisztító. Az együtt éneklés közösségeket alakít ki. Ezért van az, hogy a műsorok során az énekessel, a művésszel együtt énekel a közönség is. Hát ma ugyanezt kérem tőletek, hiszen az Országos Egyesület művészeit halljátok egy sorozat részeként, és olyan dalokat legtöbbször, amit mindannyian ismerünk. Kérlek benneteket, énekeljétek velünk. Először egy szép szőke asszonyt fogtok látni, Kátai Zsuzsát. Kátai Zsuzsa a pályáját primadonnaként kezdte, nagy sikereket aratott az operett színpadon. Aztán körülbelül 10-15 éve a banyarnótát választotta hivatásul, akár andalgó, akár hallgató, akár csárdás, mindig meg tudja teremteni a megfelelő hangulatot. Most őt halljuk, méghozzá egy közismert dallal, a kertek alatt faragnak az ácsok. És akkor most jöjjön egy másik, az én kedvenc nótán, nem véletlenül vettem be ide a műsorba. Bokor János következik, a hagyományos nóta éneklés talán legkiválóbb egyénisége. Olyan sok előadóra mondjuk azt, hogy nóta király. Nekem az igazi nóta király Bokor János, anélkül, hogy a többieket lebecsülném. Édesanyám nótája volt, és így öröklődik a nóta szeretete. Gyerekkoromban sokszor énekelte nekem, a száz szál piros rózsát küldöttem te néked. Bokor János felvételén ez a dal hangzik el.
100 szál piros rózsát küldöttem te néked. Szál piros rózsát küldöttem te néked. Hallgasd meg, hogy milyen szép mesét mesélnek. Hogyha meghallgattad, küldj vissza. Szeretsz, akkor dobd el, mint a százon. Zivataros hideg csillagtalan éjjel, dobd ki a viharba, hadd szorodjon szél. Hogyha már a szíved nem tudtad megvenni, szórja szét a szélvész, ne maradjon semmi. Hogyha már a szíved nem tudtál megvenni, szórja szét a szélvész, ne maradjon semmi. Hát szórja szét a szélvész, hogy ne maradjon semmi. Éliás Tibor, sokoldalú művésze az Országos Egyesületnek, és nem csak művésze, hanem egyben elnöke is. Operaénekes, dalénekes, operettbon viván, könnyűzenei előadó, Artisztius díjas szerző, tehát sok mindent csinál, és sok mindenben sikeres. Most éppen feltalált egy új formát, ez a forma pedig nem más, mint a dalfilm. Magyar nótákat, saját szerzeményeket képi formában is megfogalmaz. Az egyik legszebb dala, amit nem mindenki ismer, került mostanában felvételre, a fohász az Istenhez. Kérlek benneteket, hallgassátok meg ezt a nagyon szép dalt. Kezem el ne enged, te vagy a vég, te vagy a kezdet, te vagy az egy, és te a minden, te vagy a túl, és te az innen, te vagy a hajnal, és az este, te vagy a remény, jelente. Te vagy a fény, és te az oltár, te vagy a szent, ki velem voltál. Te vagy az élet, és az álom, te vagy a legszebb szó a számod, te vagy az egy,
vagy a megszabadító, irgalmas Isten. Te ott voltál, mikor születtem, te ott voltál, ha rosszat tettem, mikor bánat nyomta a vállam. Édesanyám, sírjánál álltam, Uram, te láttad, minden léptem. Te vagy a vígaszom, reményem, amikor kellett, segítettél, mindig jó útra terelgettél. Add, hogy éljek őszinte szívvel, szolgáljam hazám szenvedéllyel. Te vagy a kezdet és a minden, áld meg családom és hazám, irgalmas Isten. Te ott voltál, mikor születtem, te ott voltál, ha rosszat tettem, mikor bánat nyomta a vállam. Édesanyám, sírjánál álltam, Uram, te láttad, minden léptem. Te vagy a vígaszom, reményem, amikor kellett, segítettél. Egyesület vezetőségi tagja, Ötvös Csilla, aki a Magyar Állami Operaház énekese, énekművésze, Bartók Béla Pásztori Ditta díjas, Dankó díjas művész, aki most nem magyar nótát fog énekelni, bár gyakran megteszi azt is, hanem operet. Egy lehár részlet következik, egy ritkán játszott operettből, a Judittából. A dalt viszont azt hiszem sokan ismerik majd.
Hát ötvös csilla szeretni született, ez így van, de azt hiszem kevesen vagyunk, akik művészként, emberként nem szeretik ötvös csillát. Budapest után most Kecskemétre látogatunk, és egy ottani nótakör, a Kecskeméti Nótás Barátok Köre Egyesület vezetőjét hallgatjuk meg, Kovács Jánost. Erről az egyesületről azt kell tudni, hogy határon innen, a határon túl az egyik legaktívabb egyesület. Szinte minden héten több rendezvényt is tartanak, és ezáltal is a magyar nóta népszerűségét, a magyar nóta értékét növelik. És most akkor ennek az egyesületnek az elnöke énekel, Kovács János, Sűrű, sötét erdő, a nóta címe. Sűrű, sötét erdő, sötét erdő után egy másik dal következik, méghozzá egy kiváló énekesnőtől, Csikós Mártától, aki ma éppen egy jelentős díjat vett át este, és talán még mindig ott van a Várrenbeti díj átvételén. Gratulálunk innen is! Gratulálunk a működéséhez, hiszen Csikós Márta nem csak magyar nótát énekel, operát, operettet, a Magyar Állami Énekkarnak a tagja, mondhatom, szólistája, és egy kiváló, kiváló magyar nóta énekes. Hogy mennyire kiváló, azt rögtön önök is megint konstatálhatják, hiszen a következő dal címe Legények. Egy huncuddal. Hallgassuk! Who
Azt mondják, hogy mindenki abból tud adni, amilyen van. Ha valakinek pénze van, abból tud adni. Ha valakinek a szívébe szeretet van, abból tud adni. Ha valakinek a fejébe tudás van, abból tud adni. És sorolhatnám. Bakóczi Szűcs Imre tanárember. És mellette nóta énekes. Tehát a nóta szeretetét át tudja adni a tanítványainak. Most őt halljuk, Ásó Kapa Gerebje, ez a dalnak a címe, hallgassátok szeretettel. Ásó Kapa Gerebje, édes rózsám, szeretted, ezt szeretted. Ha nem szeretsz meg bárod, nem lesz néked virágod, de virágod. Elveszem a csillagot az égről, a gerebjét a babám kezéből. Ásunk a gerebje, édes rózsám, szeretszed, ezt szeretszed. Elveszem a csillagot az égről, a gerebjét a babám kezéből. Ásunk a gerebje, édes rózsám, szeretszed, ezt szeretszed. Ásó kapa gerebje, csal feled a menyecske, a menyecske. Az urát is megcsalja, a babáját siratja, de siratja. Nem kell már a csillag sem az égről, gerebjesebb a babám kezéből. Ásó kapa gerebje, csal feled a menyecske, a menyecske. Nem kell már a csillag sem az égről, gerebjesebb a babám kezéből. Ásó kapa gerebje, szolva lett a menyecske, a menyecske. Mint minden műfajban, a magyar nótában is új és új arcok tűnnek fel. Sopronból, pontosabban Győrből indul el az az énekes, aki nagyon gyorsan lett népszerű. Takács Sándorról beszélek, akiért kapkodnak a klubok, rengeteg műsorban lép fel, és most őt halljuk egy nótacsokorral. Takács Sándor következik. Amikor úgy szerettél, a napodba gyertyát tettél, estére. Gyertyát fénye csillag volt a sötétben, helyába járok most a pusztában. Fénylik messze, kis kapud is minden este, bezárva. Jegenyék közt járok húsan, jegenyék közt néz az úton hazáig. Őziködben a két szemem átázik. Úgy susog itt minden levél a szélben. Mint amint egy könnyes szemről egy régi nagy szerelem örül, beszélne. Úgy susog itt minden levél a szélbe. Mint amint egy könnyes
szemről. Egy régi nagy szerelemről beszél. És lassan a műsorunk végére értünk. Egy gyönyörű, szép dallal szeretnék zárni. Tudjátok, ma a magyar nóta elismerésének a legmagasabb foka a Dankó Pista életműdíj. Most egy olyan dalt hallotok, ahol a zeneszerző és az előadó egyaránt Dankó Pista életműdíjas. Gyémánt Ferenc dala, a búcsúdal, Barabás Sándor, a magyar nóta és a könnyű zene éneklés egyik kiemelkedő alakja, az ő előadásában következik a dal, és reméljük még nagyon sokáig nem búcsúzik a közönségétől. És akkor a búcsúdal. Perce csak, hogy kialudt a fény. Egy perce csak, hogy meghajoltam én. Egy perce csak, hogy véget ér a dallam. Most nincs tovább, egyedül maradtam. Elmentek mind, ezt mondogatom én. De van még talán számomra remény. Így 60 táján jut nekem tán még szerep. Még néhány szép dal énekel. Ha majd egyszer szólítanak fentről, hogy itt az idő lassan menni kell, hisz a gyertyám már úgy bent, csontig éget. Találkozom van valakivel, a nagy néven legördül a függön, ezen a kopott földi ízleten. Én boldogan megyek föl, te hozzád, dalolj együtt, Istenem, hogy mit dalolj, oly mint egynek. Hisz dalból áll az egész életem. Hogy sanzon vagy egy régi magyar nóta, oly mint egynek.
gyönyör, most így összegzem. De félre bú, hisz ragyog rám a fény. Mindig pereg, még néhány szép dalt énekelhetek. Ha majd egyszer szólítanak fentről, hogy itt az idő, lassan menni kell. Találkozol van valakivel, ha majd végre legörbül a függöny, ezen a kopott földi ízleten. Én boldogan megyek föl te hozzád, dalul Istenem. Köszönöm szépen! Igen, így énekelnek a nagy művészek, és hála jó Istennek az Egyesületünkben sok nagy művész van. Ez a sorozat nem ér véget a mai nap, hanem körülbelül két hetente újabb és újabb dalokat, újabb és újabb művészeket szólaltatunk meg. Legyetek velünk, hallgassátok szeretettel, és otthon tapsoljatok és énekeljetek. Jó éjszakát mindannyiunknak, a viszontlátásra!